Nagy tisztelettel köszöntöm a Dodgen Plus minden kedves nézőjét. Nagyon nagy bajban van a magyar labdarúgás, és nem gondoltam volna, hogy ezt egyszer majd Váci Zoltánnal, a Fradi, a Békés Csaba, a Vasas, vagy akár a Kispest egykori ünnepelt sztárjával fogom megvitatni. Nem is olyan rég azt nyilatkoztat, hogy lehet, hogy nem futballistának kellett volna mennem, de miért, hiszen a te időszakodban még elméletileg minden rendben volt, hiszen megfelelő teljesítmény nyújtottatok, szerettek titeket, 20 000-re jártak ki a mérkőzésekre, abban az időben még nem volt olyan rossz labdarúgó lenni. Nem volt rossz labdarúgó lenni, de azért nézzük körbe, hogy egy Milánnál, egy Milánban ott van egy Barézi, megbecsülték a játékosokat, sajnos ezt Magyarországra, a Vasasa, ezt nem tudom én mondani, de azért annak olyan szerencsések, akik a régi klubjuk azért alkalmazott. De dolgozol a labdarúgásban továbbra? Igen, igen, dolgozol. Csillaghegyi MTA-ben vagyok edző. Szeretem csinálni, imádom a gyerekeimet, és igen, örömet is okoz. Zoli, te óriási tehetség voltál, és bár a magánéletedben mindig voltak problémák, soha nem titkoltad az italozást, vagy esetlegesen a dohányzást nem is nagyon tudtad volna eltitkolni. Ennek ellenére azért kiemelkedő képességű labdarúgóként fantasztikus mérkőzéseken tudtad segíteni, akár a Békés Csabát, emlékszem egyszer pont a Fradit vertétek 5-2-re, vagy akár a Vasast, és ott voltál kétszer is válogatott. Ennek ellenére én úgy érzem, hogy azért van hiányérzeted a saját pályafutásoddal kapcsolatban. Van, igen, nem vettem komolyan a labdarúgást, azért nem vettem pont komolyan, mert én csak szerettem futballozni. Én mindig azt hirdettem, hogy csak szeretem a labdarúgást, imádok futballozni, és én úgy szeretek futballozni a saját kedvemért. És ez meg is látszott a pályán, hogy én csak győzni szeretek, és csak saját kedvemért futballozni. De ezzel nem is nagyon lett volna baj, de akkor ez hol csúszott el? Mert a mai labdarúgásban talán pont ez hiányzik a nézőknek, hogy vajon miért nem látjuk azokat a Váci Zolikat, de akár bárkit említhetnék a te korosztályból, akik ha kellett, bár nem olyan életet éltek, de mégis megszakadtak a pályán. Hát sajnos valami hiba csúszott, mert én láttam a Töröcsiket játszani, nagy élmény volt, játszottam, Nyilasi Tibort láttam. Ő sem a sportszerű életéről volt egyébként. Így van, de láttam egy Nyilasit, aki azért sportszerűen élt, és láttam játszani Ebedi Zoli, aki mondjuk ő sem, mert a Töröcsikkel együtt volt, de nekem voltak példaképeim, mert én láttam őket futballozni. Sajnos a magyar labdarúgóknak már nem mi vagyunk a példaképei, hanem mondjuk a Messi és Ronaldo. Ez miért olyan nagy probléma? Azért más. Régen a Töröcsiknek is például, a Töröcsiknek is volt példaképe, a Bene Ferenc gondolom, egy Zámbó Sanyi. Mindig vissza tudtuk vezetni magunkat arra, hogy ilyen játékosok akarok lenni. Most, hogyha most egy gyerek Messit tartja példaképének, abban milyen problémát? Azért, mert elérhetetlen dolog az egy magyar játékos számban, főleg most. Ha már az utánpótlásról egy picit beszéltünk, ugye te utánpótlás edzőként dolgozol, hogy néz ki a magyar labdarúgás utánpótlás, hiszen 20-valahány éve abban reménykedünk, hogy végre felnő majd egy olyan generáció, aki valóban esélyesként vág neki, akár egy Európa bajnoki, akár egy világbajnoki selejtező csoportban. Hát sok mindenre vissza lehetne vezetni, hogy miért tartunk itt a magyar labdarúgással. Én dolgomat tudom elmagyarázni, amikor kicsi voltam, én bementem, hogy futballozni akarok, 2 éves voltam, kaptam szerelést, kaptam cipőt, gyere játszál. És volt egy olyan edző. Ez még Békéscsabán volt? Ez Debrecen, én debreceni vagyok. És volt egy olyan edző, aki egyszerűen bele volt őrülve a labdarúgásba. Munka mellett csinálta, de egyszerűen minden játékoson beletáplált azt, hogy ezt a játékot nem lehet másképp, csak ha imádja az ember. És ezt mi ezt meg is kaptuk. Utána eljött 14 éves koromtól, megkaptam azt, hogy már akkor volt fontos csak, hogy nyerjek, vagy ne nyerjek. Nem, addig senkit nem érdekelt a teljesítményünk. És 14-15 éves korban kezdődött az, hogy beállítottak minket 6 rendbe. Addig senkit nem érdekelt. Felmentünk, az edző látta, hogy élvezik a játékot, és ez pont elég volt. Most a mostani gyerekekkel nem is élvezem. Ahogy elmondtad, más motivációd, mint hogy élvezd a játékot. Így van, én élveztem is. De ezt nevelték belém. Többször több helyen nyilatkoztat, hogy a gyerekeknek motivációként már nem jelenik az meg, mint ami nektek megjelent, a kitörési lehetőség. Hát a mostani gyerekeknek igen, mert én akkor mondtam kint az öltözőbe, hogy nálunk az is fontos volt, hogy én szegény családba származom, ráadásul de most van is még szegény családból származom. Van 5 testvérem, és én ki akartam törni, hogy nem átlag akartam lenni, hanem jobb akartam lenni az átlagnál. Zoli, olyan nagy jólétben nem érez a magyar társadalom, hogy ne akarnának innen kitörni a gyerekek? Azért, ha bemegyünk egy Vasas pályára, én azt tudom mondani, hogy azért
meg lehet nézni, aki bemegy, az BMW Jeep, Volvo Jeep, BMW, Mercedes. Nincsenek szegény gyerekek a labdarúgók között? Nem láttál sok olyat, aki biciklivel fog menni edzésre, abban biztos vagyok benne. Ezen csodálkozok, hogy én egy csomó, ott voltam egy csomó felvételen is a Vasasban, mert szerettem nézni a gyerekeket, hogy mi kell neki teljesíteni, és azért megesett az is, hogy egy ember állt a kapunál, írta a rendszámokat, és a Jeep-el jött Mercedes, az biztos, hogy ott van. Az olyat nem küldték. Lehetett bármilyen, ha nem tudsz, hogy viszont a te időszakodban még nem voltak akadémiák, és ugye azt mondják a nagyokosok, hogy ez az akadémia rendszer lesz majd a megoldás. Nem, biztos, hogy nem. Minket abban az időben hagytak fejlődni. Mi a leedzettünk, utána még ott maradtunk a pályán nyugodtan edzeni. És az akadémián ez nem lehet? Azért játszottam NB1-ben, és az NB1-es edző kikérte magának, hogy kimaradok edzése után edzeni, mert az lenéző rá, hogy egy váci kimarad edzés után. Egyébként a magyar edzőknek a felkészültsége, szakmai színvonala, hozzáértése megüti azt a szintet, amit mondjuk a te időszakodban azok az idős mestereknek a szakmai szintje az akkori világban? Hát én egy Iloszki Rudolfot tudok említeni, akinek még a cipőjét sem vihetnék ezek az emberek. Sajnos ilyet kell mondanom, mert a Gelei Imrét nagyon szerettem, mint a Vasas edzője, de Iloszki más ember volt. Nyílt ember, karakát, Csank János tudnám ehhez mérni, hogy ő szemtől szembe nem hátba szúrni, szemtől szembe ezt kérem, ezt követelem, ennyit tudok adni. De látod, Csank mester, miközben óriási tisztelettel viszonyulok irányába, hiszen nagyon jó barátságban vagyunk. Hát azért vele esett meg ugye ez a 12-1-es pótselejtezős kiesés, és azért neki sem sikerült. Megsérültem, nem voltam ott. Neki sem sikerült olyan maradandót alkotni a csapataival. A Váccal fantasztikusat művel, de aztán olyan... Hát nem, igen, de mégis elérte azt, hogy pótselejtezőre kivitt a csapatot. Mondjuk most, hogy ahogy beharangozták ezt a magyar válogatottat, hogy itt az esélyünk, hát esélyünk nem volt. A normális ember, aki nincs elájulva a magyar labdarúgástól, az tudta, hogy már nekünk a negyedik hely is. Jó, akkor próbáljuk meg, ha nem is összefoglalni, de mégis csak valami támpontot találni ebben a beszélgetésben, hogy mi lenne a megoldás, hogyha nem az akadémia, nem mondjuk a pályarekonstrukciók és a fejlesztések, akkor mi lesz ezzel a magyar labdarúgással, vagy pedig elfogadjuk azt a helyzetet, hogy a nem csak a mai, hanem a jövőbeli labdarúgás, és valahol a világ 50-60. Helyén fog tanyázni. Sok szempontból az edzők is hibásak, mert azért például, hogy mondhat, hogy szlovák játékosok játszanak kint Olaszországban, de edzők is vannak kint nagy csapatoknál. Magyar edző, mondjuk az ő Feröer-szigetekre megy, vagy olyan helyekre... Te végeztél edzőit? Nem végeztem edzőit. Miért nem? Mert amit tanítottak, én az valahogy azt baromságra tartottam. Bizony, honnan hiszen tudod, hogyha nem végeztél? Mert voltam. Én is jelentkeztem, és voltam, és hallgattam. Tudok példát is mondani, voltam Dabason, akkor már 38 éves voltam, 39, és volt egy olyan edző, akinek le kellett futni 200 méter, és majdnem megállt a szív. Mondjuk szegény megvette a papírját, én ezt nem akarom. Jó, akkor nézzük meg arról az oldalról, hogy... Kitől tudod tanulni olyan, mondom, én tanultam először mondjuk a Debrecenben az edzőimtől. Ott is volt nagykapusi jellemértől, kezdve mindenkitől tanultam. Utána átmentem Kabára, ott is tele NB1-es játékossal. Volt egy olyan edző, aki emberileg egyszerűen olyan ember volt, hogy nem lehetett nem érte harcolni a pályán. És utána feljöttem a Vasas, hogy Békés Csaba, Pásztor József, ő megmutatta, hogy élvezi még így öregen is, még pedig már öreg volt, hogy élvezte a futballt, amikor beállt. Vasasban először volt, amikor feljött a Verebes József, őtől azt tanultam meg, hogy halálos, életveszélyes ember, nagyon rendes ember. Nagyon, tényleg nagyon rendes. Utána jött a Szilovszki Rudolf, aki karakán, kőkemény. Harmadik is lett a Vasas. Igen, és azért 17 meccsből 16-ot nyertünk. És ott kezdődte, utána jött a Gelei, egy másik, ahol már nem voltak olyan kemény edzések, mint a Rudi bácsinál, de megint emberileg volt olyan, hogy tényleg hagyta a csapatot játszani. Senkit nem kötött. Szokták volt mondani, hogy kivisznek
semmi sem drága, akkor próbáljuk meg azért mégis megkeresni a kiugrási lehetőségeket, hogy mitől lenne jobb ez a mai magyar labdarúgás, hogyha nem az akadémiáktól, nem az új korszerű stadionoktól, akkor mitől? Mert azt szerintem te sem tudod kijelenteni, hogy ez már soha nem lesz jobb, vagy fogadjuk el, hogy ilyen. Biztos, hogy jobb lesz. Mi lenne a megoldás? De én már sokallom az akadémiát, meg akadémia. Jó, oké, ez rendben, de akkor mi a megoldás? Akkor is azt mondom, hogy kéne egy olyat, hogy jön egy szegény gyerek, azt az állam, azt a szegény gyereket, hogy megvesse a cipőt, megvesse a cipőt, mert az edző minden nem. Ez hiányzik csak, minden... hogy a szegény gyerekek nem tudnak bejutni az akadémiára? Igen, nagyon sok szegény gyerek nem tud bejutni az akadémiára. Én tudok példákat is mondani, mert azért csillaghegyben de hogyha feltűnik jönnek, nálatok csillaghegyen egy szegény gyerek, aki nem tud elmenni mondjuk én nem szavarom el, az biztos. Nálam, ha nem tud fizetni, akkor is játszom. Hát akkor megoldásként de itt van. Jó, csak ez mondjuk, Váci Zolihoz, hogy nekünk másabb a körülményeink. Mert azért egy csillaghegy, egy kis klub, lehet, hogy egy vasasban olyan pályákon, amik most megcsináltak, lehet, hogy a gyerek sokkal jobban fejlőd. Zoli, köszönöm, hogy velünk voltál. Kedves nézőknek is köszönöm, hogy velünk voltak. Megoldást nem találtunk, de legalább meghallgattuk egy egykor kiváló játékosnak a véleményét a mai magyar labdarúgásról. A hölgyeknek kezdjük, sokkolom az uraknak. A viszontlátásra.